A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 7. alkalommal hirdette meg idén a Sebestyén Bara Ferenc szóló és páros táncversenyt. A találkozóra két évente kerül sor Bonyhádon. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége azt a célt tűzte ki a verseny elé, hogy az eddigieknél is szélesebb körben tegye ismerté a hagyományos tánckultúrát. Ennek megfelelően minden eddiginél több jelentkezés érkezett. 57 jelentkező van, ugye hát itt természetesen van szóló is, ahogy említettem, tehát páros, úgyhogy az ország több részéről, hiszen Gencsapátitól kezdve Gara, Kakajt, hiszen ugye onnan indult az egész, tehát nagy öröm számunkra, hogy minél szélesebb körbe tudjuk, és bízom benne a közeljövőben, illetve két évente ugyanúgy hasonlóan tudjuk majd meghirdetni. A versenytől a szervezők azt is várják, hogy az eredeti tánclépések és koreográfiák köszönjenek vissza a színpadról. Mint ahogy Borbé Joli néni nem egyszer istennyugasztalja említette, hogy vissza kell lépni és meg kell nézni, hiszen nagyon sok felvétel készült. Itt is szinte kötelező, ugye természetesen, hogy a táncaikban azokat a idős embereknek a táncai visszaköszönjenek, mint például Sebestyén Bada Feri bácsinak a tánclépései, és ez ugye kötelezi őket, és bízom benne, hogy magasabb szintre juttatja a táncosokat is. A találkozóra szombaton kerül sor a Bonyhádi Vörös Marti Művelődési Házban. A versenyprogramok 14 órakor indulnak, a legjobbakat a 18 órakor kezdődő díjátadó után láthatja a közönség.